Hát azzal kezdeném, hogy András Falván hagyomány a kosarasbál, habár vagy 2 évet, 3 évet kimaradott bizonyos problémák miatt. A lényeg az volna, hogy 2-3 család, 4 család maximum összeülnek, megszervezik, hogy hogy legyen, mind legyen megszervezve az egész meghívás. Házas emberekhez elmennek, házas családokhoz, meghívják őket, mindenki otthon készít, kosarakba hozzák az ételt, italt. És az idén volt egy olyan kitét, hogy a 60-ba születettektől felfele, szóval 60-61 úgy felfele voltak meghívva, mert a kultúrnak a még nem lesz meg a bővítése, hogy több személy tudjon leülni, hát ezért ebből kifolyólag ez volt a döntés a fiataloknak. De mivel 7 éven keresztül nem volt kosarasban, azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk. Nem tudtuk meghívni mindenkit a faluból, mert túl nagy a falu, túl kicsi a kultúr, és akit a 60-tól lefelétől elnézést kérünk. Szerveztünk kosárdíjazást, tombolát, meg szívtáncot. Köszönöm, szenzációs. És milyen a zene? Megjár. Más kérdés? A bor, amit hoztunk, az mindig jó. Ilyen kicsi szívecskékre számok vannak írva. Minden férfi kihúz egy piros szívet, minden nő egy zöld szívet, és majd ki melyik számot húzta, ki megkeresi a párját, és eljár együtt egy táncon. Az este vár, a kert vár, mikor kinyílt, ahol meg van ilyen, a kert is van, a súlyos ajkan, tudottam még. A te szíved, miért nem szükség? Miért olyan szem, mint a híred? Miért sarod a szíved? Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó buli van, sőt, zene is megfelelő, nagyon szép, ügyes, szarakoznak mindenki, ügyesen viselkedik. Szabad leszek ezzel, csak téged kerestem.
szavarom szemem, szavarom.